How well preserved was the plane? Pretty much what you'd expect. Brad, it was insane. It was like traveling through time. No shit. Well, it was like traveling through time and ending up in a dimension where the past is underwater and like everything is covered in barnacles and sharks. Sharks? It was a great reef. Yeah. What the fuck, is? Wasn't Conrad gonna get us some more beers after he helped Fliss? Maybe. Yeah, fontos dolgok, nem maradni. And then he got drunk. And since he was drunk, he forgot to bring it to us. And he just kept on drinking, and he drank all of it. Sounds like you've had some experience with this kind of phenomenon. Yeah, I've been studying it for years. I'll go look for him. Oh, we found a bullet lodged in the plane. Huh. I left it below deck. Itt meséli, hogy talált egy pöltényt is. Mármint golyót. Lent a repülőgépbe. Lent a repülőgépbe mármint, és... mi a szityú veled? Azért kíváncsi leszek, azért majd meg szerintem meg fogja kérni a csajnak a kezét amúgy. Julia, are you happy? Happy. I mean, yeah, kinda. I think so. You think so? Or you know so? Is everything okay with us? Most akarja, most akarja, srácok, mi legyen? I'll be honest, I've been kind of wondering about that for a while. Where do we go from here? Ez a pasikna az első jel, hogy megkérdezi, hogy most minden rendben van, meg minden azt. Relax vagy. Let's talk about it, but when we get home. I can't deal with this right now. Tesó, itt az idő, kérd meg, bazd meg! Tesó, nem lesz ilyen több alkalom? És elmegy. Hey, you seen my brother? Or Fliss? No, I got distracted. Let's go get him. Sure. Jaj, szegény csinál maga szíve meghasad. Nem baj. Egy jó kapcsolathoz idő kell. You know, where the magic happens. On behalf of my family, I'd like to apologize for my brother acting like a horny fifth grader. It's okay. I can deal with children. Conrad, beers, where are they? Oh yeah, the beers. I was just getting them now. Hozza a sört. Amúgy nem semmi, elmenne kirándulni egyébként, de azért az meg kell adni, hogy két darab láda sört azért kell hozni. Alright, now that everybody's here, let's take a look at the navigator's pad we found. Maybe we can figure out why the plane was out here. Where'd you put it? It's in your case. Okay, I'll go get it. Hey. Okay. You all right? You seem kind of preoccupied. Ezen van valami? Sorry. Didn't realize I was spacing out. Itt sem semmi. Kapcsolod vissza. Okay. So, does the accident mean we can't do any more diving? Let me just say this once more for the record. Going into that plane was super dangerous, obviously, and twice as illegal. Okay, now damage is done, so we just have to lie about it forever, or else we're gonna go to jail. Well, my lips. Itt a térkép. So... és azt hiszem, most a hajót akarják megtalálni. Most már tényleg. Whoa. Biztos, hogy van benne? This what I think it is? Hey, almost time for barbecuing. Got the pad yet? Right here. Mm-hmm. Wait. Can we talk about what just happened? Later, Alex, okay? Ha lehet választani, a csaja igen fogok mondani. Esküszöm. Veszett kemény. A csávó meg akarta kérni a csajnak a kezét, de most elbasztam és rosszra választottam, szóval most nem az a történet elment végig, amit az előző részben elmondtam, és most a csaj azt tudja, hogy a csávó meg akarja kérni neki a kezét. Olyan romantikus. Ne jó Isten. És most tulajdonképpen most már a hajóhoz akarnak menni, amit hallották a történetet, hogy már szellemi által lett, meg ilyesmi. És az nem tudom, hogy elsüllyedt, vagy az, hogy csak ilyen eltűnt, ilyen köddé vált a hajó.
that seemed to indicate it was a rescue plane. Yeah, that makes sense. After the war, they turned long-range bombers into rescue planes. Ja. Tulajdonképpen itt a szövegben majd fogják mondani, hogy a kapitány az nem hisz, amit ő hisz benne, hogy ott szellemek vannak, és nem akar oda menni. Excuse me? I told you to leave everything down there alone. Oh, come on. We've been through this already. I'm not talking about the law. No, hey. They were respectful. No, you did whatever you wanted. Whatever you wanted. Ja, ő tudja, hogy szellem járta az a hajó, és hogy a véget nem akarnak, ezek meg azt hiszik, hogy van ott valami kincs, szerintem, és azért akarja megtalálni. Oh, come on. No one knows we've even been down there, and I don't think ghosts can talk. Szóval szerintem nagyon fognak ragaszkodni, hogy mondjam, hogy oda menjünk, mivel erről szól a játék, szóval mindenféleképpen oda kell majd menni. You think you can scavenge down there and it makes no difference, but every single thing you bring back has an essence. It's like a ghost you invite to the surface. Here we go. Huh. I never thought about it like that. You never think about much of anything. Well, maybe I never heard about such cool ghost stories. They're not cool ghost stories. Not like for fun. People drown in these waters and you have to respect their resting place. Damn straight. Brett, you got a fun ghost story, right? Yeah, sure, but, you know, nothing like what Fliss is talking about. Tell us a tale. I don't know if Brad is really the scary type, you know? Well, don't get too confident. This is a pretty scary story. Scare away, little bro. Okay, here goes. This story is true. It had happened right near here, in an old lighthouse. Classic setup. Wait, true story? Where'd you hear this? Ah, well, down by the dockside, I found an ancient old man, skin like a leather book, eye patch, wooden leg, the whole nine yards, and for a dollar, he told me his secrets. Seems legit. The lighthouse stood atop an atoll, isolated from the rest of the world, a lone beacon in the night. A sailor's respite. The lighthouse keeper would hear the waves pounding the rocky shore. One misty morning, he comes upon a woman covered. Itt tulajdonképpen egy ilyen állítólag igaz történetet mesél a csávó. As he hurries her back to the lighthouse, he asks where she's from. He doesn't waste any time. Smooth. The woman answers. I live here, in the lighthouse. My parents. Twist. Of course, the lighthouse keeper says, "That is right." Of course, he's lived there alone for years, and the woman becomes hysterical, and insists her parents are upstairs. So, they go to the top of the lighthouse, and there, splayed. That's a jump scare. You can mindjárt. Always an axe. I mean, do people even use axes anymore? I'm just reporting the facts, cliches and all. Chopped up into little tiny giblets with an axe. So gross. Okay, so who did it? The woman says, it was my husband. And she turns to the closet, says, he's in there. Ah yes, the husband. And that's why I've always been a little weary of marriage. So the lighthouse keeper creeps over to the closet. Opens the door, and sure enough, there's a man inside, but he's cut his own throat. Horrified, he looks closer to see the dead man's face in the dark. Closer, closer, and he sees it's his own face, and then its eyes bulge out. Jó, azt tetszett nekem is. Nice one, Squire. You have me going. Pretty cool. I think you told it better last time. But good effort. Okay, you've all had your fun. We should all turn in. There's some weather hitting our way. No, because according to standard vessel regulation, we're all required one more beer before hitting the hay. What regulations are these? It's standard issue regulatory institutional protocol subdivision 1099. Uh-huh. Where'd you read that? The internet. Oh, so you found a website that tells you to drink beer under every circumstance. I'm just following orders, ma'am. I'm into this website. 10-4, good buddy. And I'm out. És ha minden igaz, srácok, innentől már nem láttam innen semmit a játékból. Igen,
ez már minden új lesz nekem. Mi lesz itt? Nagyon már kíváncsi leszek. Majdok, az inkább bekészülök. Ezek a izék szerintem a hajón, akik voltak, motorcsónakon. Azt a kurva. Illetve már nagyon koncentrálok, srácok. Igen, tudtam én amúgy. Tudtam, hogy vissza fognak jönni. Ki lehet választani, melyikkel akarok lenni? Ezek amúgy ilyen kalózok szerintem. Ja, szerintem igen, tuti. Bazd meg, bocsánat, bocsánat. Jaj, hangos edett nektek. Asta. Nobody knows you're out here, little lady. Itt milyen felvetes hangja van neki. Mi a fasz? You can go fuck yourself, you piece of shit. You're the little lady.
fuckers want. De nem pénz kell nekik szerintem amúgy. Így mit csinálnak ezek? Jós a Magdán? I'm sure he's fine. These guys probably just want money or something. All right. Turn around. Don't let them see your hands. Once we get Julia back, maybe we could take them by surprise. I said, boss, okay, you got. Nem értem amúgy, hogy mit akarnak amúgy. Mégis pénzt? Pénz kell nekik? Can get on their boat. Get some help. If you can distract them, I can get on that boat. The dude with the gun won't even realize until I'm long gone. 7 seconds. I can get out through the window. We gotta break these off first. Too loud. They'll hear it. We're gonna break them during the thunder. Good call. I'll go through the window and get the boat. You guys distract them. Remény, nem tudom, hogy ezek mennyien vannak amúgy. Talán 4-en vannak, azt hiszem. Annyit látunk ott az elején. Szóval 5-4 van. Meg fogják halni, nem? Ne, bocs. Ne. Bazd meg, ne. Te 8-ig kellett, hogy... Az meg, bocsánat srácok, elfelejtem, hogy mennyit ideig kellett számolni. Csak szépen nyugodtan.
Mi? Azt a kurva. Ajaj. Már pisztolya van neki, ne idegesítsen. Srácok, mi legyen? Elfussak, vagy vegyem el a pisztolyt? A pisztolyt szerintem tuti nem fogja odaadni, szóval lehet, hogy gyorsan lelő engem közben, de ha elmenekülök, akkor meg lehet, hogy el tudok menekülni. Maximum, lehet, hogy megsebez, de nem tudom, de... Nem tudom, van egy olyan érzésem, srácok, hogyha most elmenekülök, ez a csávó lehet, hogy túléli. Az lehet. De lehet, hogy a barátomat azt nem fogja bántani, mivel csak itt a vízbe esek bele, de akkor meg a cápák megesznek engem. Elmenekülök szerintem. Oj! A kurva egyet! Aztán, aj, elbasztam, édes Istenem. Elbasztam, srácok. Édes Istenem. Hogy lehetek? Hogy a faszom lehetek egy jobb alfasz? Jaj. Arrêtez, bon de con! C'est mon bateau! Stop! Ferme-la, ou je te mets mon poing dans la gueule! Ki ez kínai? A térképe jöttek? Vagy az az é, cuccasé? Várjál már! Akkor ezek is hajzét keresik azt a szellemhajót, mert azt hiszik, hogy kincs van rajta. Azt a mindenit, én meg azt hittem pénz kell nekik, vagy valami ilyesmi, de közben meg a hajói mennek ők is. Nem baj, legalább nem öltek meg minket, és akkor lehet, hogy most együtt leszünk, de... Várjál már. A szemüveges gyerek az hol van? Inkább így teszem a kezemet. What the hell, man? You should have escaped when you had the chance. Yeah. I get it. Jó, elbasztam, na. Elbasztam a... Oh, give me a break with that gangster shit. I don't think you fully comprehend the severity of your situation, sister. I'm just gonna say it. Fliss has gotta be in on this. She and these guys, they travel in the same waters. She's a captain and they barely laid a hand on her? I bet you told them about the Manchurian gold. They're in cahoots. Are you out of your mind? How did you come up with this bullshit? How fucking dare you, you overprivileged asshole? You're all in this together. This was a trap, and you set us that up. Yeah, asshole. Put a cork in it. Ojjaj, ez utolsó másodperc volt, aztán. Szinte le is járt az idő, úgy nyomta meg a gombot te. Hála Isten, beleadta még. Find out how long the storm is gonna last.
you try anything, anything fishy, and there'll be consequences. Nem tudom, inkább én... Hát... Duke of Milan requesting weather update. Oké. Okay. Over. Duke, we read you. Everything okay? Over. Hey, just requesting any information about this storm you can give us? It's a little bit hairy out here. Over. Big storm coming in from the east. Gonna hit you pretty hard. Itt nem mondtam a srácok, hogy kérek segítséget, mert szerintem azt tudja, nem tudtam majd végigmondani. Ezt tudja, hogy nem. Azt a... Várjátok már, a szemüveges gyerek az hol van? Az nincsen közöttünk. Azt elvitték volna, vagy az hol van? Na izé, Alex. Az hol van? Vagy nem, ez az Alex, akkor a Brad az hol van, vagy az a szemüveges gyerek, tudjátok. Azt a mindenit. Ránk fog esni a hajó, nem? But I know that's just in my mind. I know everything is just in my mind. Do you really wanna be famous? Do you really wanna be a superstar? Do you really wanna get dangerous? Do you even know where the groupies are? Bitches out here be shameless. And I really wonder where their parents are. Look around, everything changes. It feels like I've been buried alive.